Nyíregyháza belvárosában épül ez az új 9 lakásos társasház. A lakóházak alatt irodák is lesznek, a lakások többsége már elkelt. A lakó ingatlanok építése fellendült ebben az évben, egyre több a magánerős építkezés. Probléma viszont, hogy az építetők nem találnak elég szakembert. Ennél a vállalkozásnál 20-25 fővel dolgoznak, de az alvállalkozásoknak nincs elegendő szakmunkásuk. Egyszerűen nem találunk. Se gépész, se elektromos kivitelezőbe, se építőiparigba, tehát építőmesterbe, kőműves, festő, óriási hiány van. A megrendelés állomány nő folyamatosan, és gyakorlatilag nem tudom, hogy mi lesz a nyárra, hogy ki fog építkezni. És ugye csak a lakossági projektek indultak be, tehát még várható az uniós pályázatoknak a lecsapódása majd. Meglátjuk, mi lesz. A szakember hiányon enyhíthetnek az átképzések, képzési programok. Ezeket hazai és uniós forrásból finanszírozzák. Vannak programok, amelyek a 25 év alatti a foglalkoztatását célozzák meg, bér- és járuléktámogatást is biztosítanak a foglalkoztatóknak. Több program a 25 év felettieket támogatja, míg az úgynevezett foglalkoztatási paktumokban szereplő képzésekben nagyobb hangsúlyt kapnak az alacsony végzettségűek, a közfoglalkoztatottak képzése. Minden átképzési program az elsődleges munkaerőpiaci igényekhez igazodik. A tanfolyamokat a képzőcégek a hiányszakmákban indítják el, a járási hivatalok koordinálása mellett folynak a képzési programok. Elsősorban az építőipari szakmák azok, amik hiányszakmát jelentenek. Ács, kőműves, hideg, meleg burkoló és különböző épület szerkezeti szakmák, de informatikusból köztudottan hiány van, és így indult képzés például már eddig is gazdasági vagy egyéb informatikusi szakmákban. Nagyon kedvelt egyébként, és ez inkább a tavalyi, illetve az azelőtti évre volt jellemző, most már ez lecsengőben van, a DAJKA képzés, és mindig ezek a programok mindig arra irányulnak, hogy ahol az elsődleges munkaerőpiacon hiány jelentkezik, oda képezzünk embereket. A részvételi aktivitással nincs probléma, mert fel tudják tölteni a képzéseket, de bizonyos szakmákban motiváltá is kell tenni a munkanélkülieket. A GINOP programban tudok konkrét számot mondani, kevéssel több mint 1000 fő kerül az első két GINOP programba bevonásra, tehát 25 év alattiak, felettiek tekintetében a Nyíregyházi Járási Hivatal illetékességi területén. A közfoglalkoztatással kapcsolatos GINOP program még nem indult el. A hivatalvezető elmondta, az átképzések végén segítik az álláskeresőket az elhelyezkedésben is.